Megjártam rengeteg világot, de közülük egyik sem volt ennyire furcsa. Korábban is megértettem az érzéseket, de csak az egyszerűbb fajtákat, mint a színek, a merészség vagy a világos. Öröm, bánat, harag. Aztán találkoztam pókemberrel, és az érzések bonyolultá váltak. Megismertem a bűntudatot, és életemben először a félelmet is. Megtanultam az árulás jelentését. Eszembe véstem az első neveket, amin hívtak engem. Szörnyetek, parazita, rossz. Jó érzés volt hőssé válni, de a rossz dolgokat is élveztem, nem tagadom. McGargan nagyon rossz volt. A gondolatok olyanok, mint a mérgező fullánkok. Izgalommal töltött el a gyilkolás. Tudtam, hogy ez rossz, de nem érdekelt. Gargan az egészet egyszerűvé tette. Meg kellett őt büntetnem azért, amit velem tett. Ő gonosz volt és félt. Lee Prince azonban sosem félt. Ő egy igazi katona volt. Megsebzett és elkeseredett. Megbíztam benne, beszéltem hozzá. De Lee túl erős volt. Nem akart beszélgetni. Nem akart hőssé válni. Csak a hatalmat akarta. Nem voltam képes megakadályozni azokat a rossz dolgokat, amiket meg akart tenni. Lee rossz volt. Bántott engem. Eddie is bántott néha, de Eddie más volt. Eddie sosem szándékosan tette. Ha Eddie jó, miért nem értettünk vele egyet? Ha nem értünk egyet, akkor én egy szörnyeteg vagyok. Egy parazita. Rossz. Nem lehetek rossz. Nem voltam rossz Flash-el. Hősök oldalán harcoltam. Hős voltam. Más szimbiótákat képeztem ki. Tanulnom, tanítanom kellett. Flash a társának hívott engem. Sosem félt tőlem, mint pókember. De Flash már nincs többé. És a hősök nem rejtőznek el semmi elől. Főleg nem a saját hibáik elől. Ezt a monológot 2017-ben a Venom képregény sorozat 154. számában mondta el a szimbióta. Az érzelmes szövegből kitűnik, milyen komplex karakterről van szó, ezért úgy gondoltuk, érdemes részletesen is bemutatni az idegen lény életét. A legtöbb szuperhős öltözetének dizájnja valamelyik neves íróhoz vagy grafikushoz kötődik, de akadnak kivételek. A fekete pókruhát így lényegében a Venom szimbióta ruhaformáját ugyanis egy képregény rajongó találta ki, akitől 1982-ben egészen pontosan $220 vásárolta meg az ötletet a Marvel akkori főszerkesztője Jim Shooter. Ez mai árfolyamon $575, azaz 162.000 forintot jelentene. Magát a fekete ruhát először az 1984 májusában a The Amazing Spider-Man 252-es füzetében láthatták az olvasók, de csak kicsivel később, ugyanezen év decemberében jutott el a Marvel Super Heroes Secret Wars minisorozat ahhoz a részéhez, konkrétan a 8. számhoz, amelyből végre kiderült, hogyan szerezte meg Pókember az öngyógyító funkcióval és egyéb csodás képességekkel rendelkező szimbióta öltözetet. 1988-ban a The Amazing Spider-Man jubileumi 300. számába bukkant fel először Eddie Brock és az Idegenlény Egyesülése, Venom pedig gyorsan Pókember egyik leghíresebb és legkedveltebb ellenfelévé vált. A Venom szimbióta eredetének feltárása elég bajos feladat, mivel az évek során a lény elméjét több alkalommal is kitörölték, módosították és megmásították. Az minden esetre biztos, hogy a Klintár bolygón született, vérvonalának 998. egyedeként. A lényt Kree felfedezők találták meg, akik tanulmányozni szerették volna, de a szimbióta rögtön megtalálta közöttük első gazdatestét. Egy Telkár nevű katonával egyesült, akivel a Kree-Skrull háborúban sikeresen harcoltak együtt, de végül egy balul sikerült mentőakció során elszakadtak egymástól. A teremtmény kozmikus kalandjai ezután még eltartottak egy ideig, de végül egy olyan börtönben kötött ki, amit a túlantúli nevezetű nagyhatalmú lény felhasznált a csatavilág felépítése során. Ebben a világban zajlott ugyebár a Marvel hősök első nagy titkos háborúja. Az igazsághoz hozzátartozik, hogy valójában nem Pókember volt a szimbióta első emberi gazdateste. A 2015-ös Deadpool's Secret Wars 3. számából kiderül, hogy nem sokkal Pókember érkezése előtt kedvenc nagyszájú bérgyilkosunk is épp a csatavilág azon részén mászkált, ahol a szimbióta pihent. Deadpool egyesült is a szimbiótával, és bár nagyon élvezte a lény képességeit, végül úgy döntött, egyetlen élőlény sem szabad kitenni annak, hogy az ő őrült elméjében kelljen folyamatos kapcsolatban lennie. A szimbióta lelki békéje érdekében, ezért csak hálásak lehetünk. No de kanyarodjunk is vissza gyorsan Pókemberhez, hiszen mégis ő a lény első igazi híres gazdateste.
A ruha elvileg azért vette fel a képregényekben látott fekete pókruha formáját, mert Pókember épp a második póknő által viselt fekete öltözékére gondolt, amikor megérintette a szimbiótát. A lény olyannyira Peter Parker kedvében akart járni, hogy a földre visszatérve többször éjjel is rámászott Pókember testére, mondván ideje elindulni üldözni kicsit a bűnt. Ez nyilván Peternek sem tetszett, így akkori barátnője a fekete macska unszolására elment a Fantasztikus négyeshez megvizsgáltatni a ruhát. Ekkor derült ki, hogy a fekete pókruha valójában egy értelmes élőlény, aki véglegesen össze akar olvadni Peterrel. Miután rájöttek, hogy a szimbióta érzékeny a hanghullámokra, ezek segítségével végül le is szedték a lényt Pókemberről. Elzárni azonban már nem sikerült. Így furmányos módon vörös-kék pókruhának álcázva magát sikerült újra Peterre kúsznia. Végül egy templomtoronyban a harang kongása mellett Peternek sikerült megszabadulni a szimbiótától. Az ájult Petert viszont pont az elárult szimbióta húzta egy rejtett helyre, hogy ne bukkanjon rá senki sem a harangtoronyban, és ne bukjon le, mint Pókember. Ezután rövid ideig Deadpoollal egyesült ismét a szimbióta, de Pókember iránt érzett haragja és gyűlölete hamarosan új társ felé vezette. Ti már biztosan tudjátok, hogy ez a valaki Eddie Brock volt. Eddie a Daily Globe riportereként dolgozott egészen addig, míg Pókember le nem leplezte egy téves információk alapján megírt cikkét. Az addig sztárként kezelt Eddie-nek akkor ugrott az állása, nem sokkal később kitagadta apja, elhagyta felesége. Még a nagy lelepleződés előtt kiderült, hogy Eddie rákbeteg, a korról pedig csak az írás tudta elterelni a figyelmét, viszont most már csak ócska szennylapokban tudott publikálni. Bár vallásos ember volt, ebben a megtört helyzetben komolyan elgondolkodott az öngyilkosságon, és pont abban a templomban keresett isteni útmutatást, amelyben korábban Pókember és a szimbióta útjai elváltak. Itt talált rá az idegen lény, egyesülésük után pedig Eddie megkapta a szimbióta összes emlékét, vagyis pontosan tudta, hogy Peter Parker a Pókember. Így született meg Venom. És ezzel egy időben kezdett el a lény aktuális gazdateste többes szám első szemében beszélni a párosukról. Ugyancsak Eddie volt az első, aki a másikomként hivatkozott a szimbiótára. Venom számtalan alkalommal harcolt Pókemberrel, a hálószövő egyik legerősebb ellenfelének bizonyult. Mikor Mary Jane és Peter épp a házasságra készültek, Venom betört a lakásukba és olyannyira megrémítette MJ-t, hogy a lány könyörögve kérte Petert, hordja újra a klasszikus vörös-kék pókszerkót, mivel a fekete ruháktól a frász töri ki. Később egy harc során Venom testét megérintette a Styx nevű gonosztevő, akinek érintésére bármilyen szerves anyag azonnali halálra van ítélve. Látszólag ez lett a sorsa a szimbiótának is, de hamar kiderült, hogy az idegen lény még a halálos érintést is képes túlélni. A szimbióta gyorsan megkereste az épp börtönben raboskodó Eddie-t, akivel újra egyesült és meg is szöktek, de közben hátrahagytak egy kis meglepetést. Ez volt a vérontó szimbióta. Venom ivadéka, aki azonnal rá is mászott Eddie cellatársára, Cletus Cassidy-re. Vérontó a Marvel univerzum egyik legkegyetlenebb gonosztevője lett, az őt bemutató egyes füzetek alulról azért már karcolgatják a 18-as karikát. A kis szimbióta családfa egyébként nem ér véget Vérontónál, ugyanis neki is lett egy ivadéka, aki még nála és Venomnál is jóval erősebb. Toxin történetére viszont már tényleg nincs időn kitérni, ha kíváncsiak vagytok rá, akkor esetleg egy másik videóban foglalkozhatunk vele is. Vérontó akkora fenyegetésnek bizonyult, hogy ellene Venom még Pókemberrel is hajlandó volt szövetségre lépni. Vérontó megfékezése és a Pókemberrel kötött törékeny fegyverszünet után Venom San Francisco felé vette az irányt, ahol belekóstolt a hősködésbe. Itt fogta előt az Életalapítvány, akik öt újabb ivadék nemzésére kényszerítették a szimbiótát. Ugyan a 2018-as filmnek nem sok köze van az ezt a történetszálat bemutató halálos védelmező képregény sorozathoz, azért fontos megjegyezni, hogy a Venom mozi alkotói ebből a képregényből merítettek ihletet. A füzetben itt is Pókember segítségével oldódott meg a helyzet, szóval újra együtt kellett működniük a korábbi ellenségeknek. Az elkövetkezendő években a szimbióta rengeteget fejlődött, szépen lassan megtanult beszélni is. Egyre jobban ellenállt korábbi gyengeségeinek, sőt szépen lassan képes lett átvenni az irányítást. Ez odáig fajult, hogy egy kocsmai verekedés során Venom megette egy fickó agyát, majd levált a gazdatestről és maga indult útnak több befalnivaló agyvelő után. A lényt ekkor elfogták, de Eddie-nek sikerült kiszabadítania. Újra egyesülésük után Eddie rájött, hogy az az agyag, amire a szimbiótának szüksége van, nem csak az emberi agyban, hanem a hétköznapi csokoládéban is megtalálható. Változnak az idők.
Az előbb még arról meséltünk, hogyan mentette ki fogságából a lényt Eddie Brock. 2004-ben viszont önként engedte el a szimbiótát úgy, hogy pontosan tudta, a szimbiózis nélkül bele fog halni a rák betegségébe. A szimbiótát egy árverésen értékesítette, a befolyt csillagászati összeget pedig jótékony célra szánta. Itt most ketté válik történetünk, mi pedig egy időre elbúcsúzunk Eddie-től. Nagy vonalakban az ő sztoria úgy folytatódik tovább, hogy Mr. Negatív kigyógyítja a rákból, a negatív energia viszont életre hívja és át is formálja a benne maradt szimbióta sejteket. Így egy új szimbióta jön létre, ami Eddie-vel egyesülve az Anti-Venom nevet kapta. Később a jó öreg Eddie még a korábban említett toxin szimbióta gazdája is lesz, de végül újra összehozza a sors az eredeti fekete lénnyel. Addig viszont sok érdekes kalandba keveredik a Venom szimbióta. Kanyarodjunk vissza az előbbi árveréshez. A szimbiótát itt egy Don Fortunato nevezetű maffiózó vásárolta meg, aki fiának, Angelónak szánta ezt az űrbéli szuvenírt. Apu azonban reménykedett, hogy a Venom szimbiótával végre tökös bűnözőt faraghat a fiából, de a lény másképp vélekedett. Megérezve, hogy milyen satnya gazdatesttel sodorta össze az élet, a levegőben egy hatalmas ugrás kellős közepén lemászott Angelóról, aki így a mélybe zuhant és azonnal szörnyet halt. Ezután viszont rátalált egyik legördögibb gazdatestére, McGarganre, azaz a Skorpióra. A szimbióta újra olyan társra bukkant, aki teljes szívéből gyűlöli Pókembert, ráadásul meg egyetlen pillanatig sem fogta vissza a lény szadista hajlamait, sőt még élvezte is a kegyetlenkedést. A szuperhősök polgárháborúja után Norman Osborn, vagyis a Zöld Manu lett a Mennydörgők különítmény vezetője. Ez az antihős csapat mindig jó útra tért szuperbűnözőkből állt, de értelemszerűen az Osborn korszak alatt jó útról szó sem volt. A Skrullok titkos inváziója alatt pont Norman lett az, aki végzett a Skrull királynővel, így ünnepelt hősé vált, és uralma alá került a félhős világ. A gyakorlatban ez azt jelentette, hogy irányítása alá vonták a Shieldet, amit egyből át is nevezett Hammerre, és összeállíthatott egy teljesen új bosszúállók csapatot is, ez lett a Sötét Bosszúállók, ami jobb esetben antihősöket, de nagyrészt inkább bűnözőket tömörített. McGargan a Mennydörgők és a Sötét Bosszúállók sorait is erősítette, ez alatt pedig temérdek embert megevett és különböző idegen fajok tagjait is elfogyasztotta. Végül a Siege történetszál során Asgard ostroma közben sikerült leválasztani a szimbiótát Garganről. Ez a csata egyébként a Marvel sötét korszakának és Norman Osborn hatalmának végét jelentette. Újra az igazi hősök kezébe került a gyeplő. A Venom szimbiótát az Egyesült Államok kormánya zárta el, annak reményében, hogy segítségével újra elindíthatják az újjászületés projektet. Az eredeti újjászületés projekt hozta létre Amerika kapitányt, így nyilván a 2.0-as verzióval is egy hasonlóan hatalmas hőst akartak kreálni, aki az USA érdekeinek megfelelően cselekszik. A szimbiótát végül az a Flash Thompson kapta meg, aki a Pókember képregények olvasóinak már hosszú ideje régi ismerőse. Flash már a középiskolás idők óta ismeri Petert, sőt egyetemre is együtt jártak, de később másfelé sodorta őket az élet. Flash katona lett, több háborút is megjárt, egyik bevetése során azonban csak úgy tudta megmenteni társait, hogy ő maga súlyos sérüléseket szenvedett. Ennek következtében elveszítette mindkét lábát. A Venom szimbiótával egyesülve azonban újra képes volt járni, emellett pedig természetesen a szimbióta összes pók képességét is megkapta. Agent Venom, vagyis Venom ügynök vált belőle. Venom ügynököt elég nehezen fogadta be a szuperhős közösség, de Flash számos alkalommal bizonyította, hogy vele egyesülve képes az idegen lény klasszikus szuperhősként is viselkedni, így végül még a bosszúállók közé is csatlakozhatott. Később Amerika kapitány kérésének elegettéve beállt a galaxis őrzői közé. Eddig Flash testén egy katonai páncél alakját vette fel a szimbióta, de az űrbéli kalandok során már inkább egy exoskeleton formáját mutatta. Flash időtlen idők óta hatalmas rajongója Pókembernek, így nem csoda, hogy a fehér pókjel az ő öltözékéről sem hiányozhat. Az űrbéli kiruccanás nem telt eseménytelenül. A Klinthar bolygón élő szimbióták közös tudata megpróbálta elérni a Venom szimbiótát, ami ennek következtében teljesen megvadult, Flash elveszítette felette a kontrollt. A lény először Groottal, majd Mordája, végül pedig Drexel egyesült, akivel sikerült is legyőzni az egész őrzőcsapatot, és az elkötött űrhajójukkal meg sem állt Klintárig. Itt a szimbióta egyesült fajtársaival, akik megtisztították az elméjét, majd újra visszaadták Flashnek, hogy ketten együtt a kozmosz igazi bajnokává válhassanak.
Ezeket az eseményeket követően a lény képessé vált meghallani a kozmosz hangját, azaz érzékelte, merre akadnak olyanok, akik segítségre szorulnak. Az idő múlása és a képregényíró kényekedve ezt követően újra a föld felé irányította Venom ügynököt, aki egyfelől részt vett a Carol Danvers, azaz Marvel kapitány oldalán a szuperhősök második polgárháborújában, másfelől pedig ki akarta deríteni, mi van épp Mániával. Mánia a Venom szimbióta klónja, aki ekkoriban egy Andrea Benton nevű fiatal lánnyal egyesült, de ha az ő eredet történetébe is belekezdünk, akkor tényleg soha nem lesz vége ennek a videónak. Az utóbbi időszakban a Venom szimbiótát egyre többször elragadták az indulatok, dühössé, sőt vérszomjassá vált, ráadásul mindezt élvezte is. A lény végül arra a döntésre jutott, hogy nem érdemel egy olyan hősies partnert, mint Flash, és elhagyta a társát. Az életben maradáshoz viszont mindenképpen új gazdatestre volt szüksége, ezért kutatni is kezdett egy megfelelő jelölt után. A sors úgy hozta, hogy épp Lee Prince-be, az amerikai hadsereg rangerébe botlott bele, akit jó eséllyel pont azokban a percekben lőttek volna agyon, mivel sírkő és fekete macska rivális bandáinak keresztüzébe keveredett. A szimbióta meg akarta menteni Prince életét, ezért egyesült vele. A lény azonban meglepetéssel, vegyes félelemmel konstatálta, hogy a katona akarata olyan erős, hogy szinte egyből képes volt átvenni felette az irányítást. Végül a rég nem látott gazdatest Eddie Brock jött egy katonai osztag élén szétválasztani Prince-t és Venom szimbiótát. De mindehhez megint pókember segítsége is kellett. A hálószövő elhitette a szimbiótával, hogy újra egyesülni akar vele. A lény pedig a kezdetektől fogva csak erre vágyott, így levált Lee Prince-ről, az FBI-nak pedig sikerült elzárnia őt. Mielőtt viszont biztonságba helyezhették volna a lényt, Eddie Brock kiszabadította és újra egyé vált vele. Ismét ők lettek Venom. Eddie megpróbált ezúttal mindent jól csinálni, a szimbióta viszont továbbra is elég erőszakosan viselkedett, sőt meg is támadott egy papot, mert úgy érezte, az atya megpróbálta meggyőzni Eddie-t arról, hogy ne egyesüljön a lénnyel. Eddie az Elk Max cégnél keresett megoldást a problémára, ahol kiderítették, hogy az FBI-nál töltött ideje alatt szimbióta szupresszáns szerekkel kezelték őt, így kész csoda, hogy a teste egyáltalán képes befogadni a lényt. Egy apró szívességért cserébe az Elk Max természetesen orvosolta a helyzetet. Vagy legalábbis így tűnt. De a szimbióta éhsége és dühe egy idő után csak nem akart csillapodni. Ezért Eddie újra az Elk Max felé vette az irányt, ahol Flash Thompsonnal akadt össze. Flash magához szólította a szimbiótát, aki képtelen volt dönteni eddigi két legkedvesebb társa között. Ezért megpróbált mindkettejükkel egyszerre egyesülni. Ami nyilván kevés sikerrel járt. Az egészből persze bunyó kerekedett ki, mivel Pókember is a helyszínre érkezett, közben pedig kiömlött egy nagy adag szérum, amit korábban az Anti-Venom szimbiótából nyertek ki. Ez egyfelől kigyógyította a Venom szimbiótát az újabb degenerációból, és teljesen Eddie-re hangolta, másfelől pedig Flash testén megteremtette az Anti-Venom ügynök szimbiótát. Miközben Lee Prince megszerezte magának a Mánia szimbiótát, amit nem csak magára öltött, de a lény apróbb részeit leválasztotta és más gazfickók arcára tapasztotta, így hozott létre egy saját szupergonosz formációt. Ezt a kompániát Pókember, Venom, Anti-Venom ügynök és társaik még úgymond egész könnyedén lenyomták, később viszont komolyabb gondok akadtak. Egyrészt a Venom szimbióta hamarosan új ivadéknak adott életet, a lény pedig legalább annyira félt attól, hogy ez az utód is gonosztevő lesz, mint maga Eddie Brock. Nem mellékesen közben Mac Gargan a Scorpio magának akarta a frissen született szimbiótát. Ezt az ügyet sikerült gyorsan rövidre zárni. Gargan legyőzése után az újszülött lényt egy megbízható tudós gondjaira bízták, elvileg nála is marad egészen addig, míg Eddie szerint fel nem készül az ivadék a gazdatesttel való egyesülésre. Nem sokkal ezután viszont újra Norman Osborn került a képbe, aki összekapcsolódott a vérontó szimbiótával. Az így létrejövő Vörös Manu elleni harc annyira keménynek bizonyult, hogy Eddie egy rövid időre átadta a szimbiótát Pókembernek. A csata közben Flash Thompson halálos sebet kapott, amit látva a szimbióta ismételten megvadult. Végül Flashnek még sikerült lenyugtatni őt, így nem fertőzte meg véglegesen a lényt Pókember pillanatnyi dühe. A Manót legyőzték, de Flash Thompsont sajnos már nem lehetett megmenteni. Még egyetlen fontos történetszáról kell megemlékeznünk, aztán már tényleg a végére érünk. A legújabb Venom képregényekben a szimbiótát rémálmok kezdték el gyötörni. Érezni kezdte egy hatalmas entitás a szimbióták sötét istenének közelettét.
A szimbióták isten elleni harcban többek között Miles Morales, az Ultimate Univerzumból érkezett pókember is részt vett, de végül maga Eddie lett az, aki legyőzte az istenség megtestesülését. Egy óriási robbanással próbálták meg eltörölni a létezésből az isten avatárját, ehhez viszont zárva kellett tartani egy méretes ajtót. Eddie saját testi épségét sem kímélve, temérdek égési sérülést elszenvedve próbálta ezt véghez vinni. A Venom szimbióta pedig nem hagyhatta, hogy leghűségesebb társa egyedül küzdjön a lángok ellen. A tűz és a fájdalom ellenére körülölelte Eddie testét, így sikerült partnerét életben tartania. A Venom szimbióta viszont a jelek szerint végleg elenyészett, miközben elmondta Eddie-nek, mennyire szereti őt. Persze a képregények világában semmi sem végleges. Így csak időkérdése, mikor tűnik fel ismét Venom valamilyen formában. Ez volt tehát a maratoni Venom magyarázónk, amelyben megkíséreltük a lehető legteljesebb képet adni a szimbióta életéről, az első felbukkanástól kezdve elvileg a haláláig. Bizonyos részletek természetesen így is kimaradtak, de nem akartuk tovább nyújtani a dolgot. Ha többre vagytok kíváncsiak, a képregényekből minden kiderül. Ha mindez elnyerte a tetszéseteket, akkor mindenképpen hagyjatok egy lájkot a videón, illetve ha a jövőben is kíváncsiak vagytok hasonló anyagokra, és még nem tettétek volna, akkor iratkozzatok fel a YouTube csatornánkra. Hamarosan újra találkozunk.